gyerekeknél vigyázni kell. Ha bármi változás, változás történik az életemben, a magyar hatóság felé is jelezni kell. A dokumentumok átvétele és beiktatása gyorsan történik a CMH irodában. Az igénylők döntő többsége beszerezte a szükséges okiratokat és bizonylatokat. Az eljárás tehát zökkenőmentesen folyamatosan történik. Az iroda alkalmazottai is mind nagyobb tapasztalatokkal rendelkeznek, és ennek köszönhetőleg csökken a várakozási idő és a hiányosságok száma. Kijárunk terepre, mert úgy észleltük, hogy ezzel nagyon nagy segítséget adunk azoknak a családoknak, akik talán anyagi okokból, vagy talán a kötöttségeik miatt, a kisgyerekeik miatt, vagy esetleg egyéb egészségügyi problémáik miatt, életkoruk miatt nem nagyon nagy nehézséggel jönnének csak hozzánk Szabadkára vagy Belgrádba. Fiatalok és idősebbek egyaránt kérelmezik a visszahonosítást. Még egyesek a továbbtanulás miatt, mások külföldi munkavállalásra is gondolnak. Többek esetében viszont kizárólag érzelmi okok döntenek, hiszen nekik a nemzethez tartozás szempontjából fontos a magyar állampolgárság. A férjem az nyugdíjas, én ma holnap nyugdíjas vagyok, de vannak kiskorú gyerekeink még, akik most befejezik az iskolát itt, és akkor utána szeretnék, hogyha... Mondjam azt, hogy a jobb jövő érdekében? Így van, a jobb jövő érdekében. Hát ha már lehetőség nyilatok, hogy visszaszerezhessük meg, hát persze utána, ha lehetőség adódik, akkor persze elmennénk külföldre dolgozni főképpen. A CMH iroda vezetője arra kéri az igénylőket, hogy a dokumentumokról átadás előtt kérjék ki az iroda munkatársainak véleményét. Tavaly január óta megindult ez a honosítás, és állandóan folyamatosan jönnek a kérelmezők, és még másfél év után is nagyon nagy az érdeklődés. A visszahonosítás ideje rövidebb, mint eddig volt.